Milyen szelek sodortak az asztali teniszterem felé? Balatonon nyaraltunk, és ott pingpongoztam. És eredetileg én focizni szerettem volna, és el is kezdtem az iskolában játszani. De el is akartam menni egyesületbe, de oda már nem engedtek a szüleim, mert hogy ez sérülésveszélyes, meg édesapukám játszott alsóbb osztályban, és azt mondták, hogy a labdarúgás nem. Viszont elég aktív gyerek voltam, és ezért a pingpongnál kötöttem ki. Nyaraláson élveztem, elég ügyes is voltam, és a 11. kerületben az útvasút, akkor a BVSZ-nek volt egy szakosztálya, viszonylag közel volt hozzánk, én szerettem volna valami sportolni, és oda lementem Gulyás Krisztához, és ott elkezdtem pattogtatni, falazni. Volt egy jó társaság, és utána így lett ez egyre komolyabb. Elég hamar elkezdtek jönni az eredmények, mert még serdülő korodban, ugye párosban Európa-bajnoki címet szereztél. Aztán volt egy Európa-bajnokság Friedek Mistekben, ahol, ha jól emlékszem, 38 meccset nyertél, de csak azért 38-at, mert annyit játszottál. Megnyerted ugye az egyest, a párost, a vegyes párost, és tagja voltál a győztes csapatnak, és akkor született meg az a legendás mondás, hogy Pozor Gyaniel, Tojka Gnyest Friedet Mistek, tehát hogy lefordítva magyar, az nagyjából annyit jelent, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, a bab nem hús, illetve ne higgyük azt, hogy mindig minden be fog jönni. Így is lett? Igen, ez egy érdekes történet. Egyrészt az egész pályafutásom megér majd talán egyszer egy könyvet, de a Friedek Mistegi siker az tényleg fantasztikus volt. Utolsó éve serdülőként sikerült mindent megnyerni. Azt hozzá kell tenni azért, hogy ha valaki serdülőben mindent megnyer, az nem sok mindent jelent. Egy picit azért ez túl volt misztifikálva, vagy túl nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek az eredménynek mondjuk itthon, ami természetesen normális, hiszen egy fantasztikus dolog volt, de azért én jóval érettebb voltam, mint a korosztályom, jóval többet is edzettem, jóval jobban fel voltam készülve, úgyhogy ez a játékbeli tudásom és a reális helyén kezelés ennek az eredmények talán az nem történt meg. De attól függetlenül egy fantasztikus eredmény volt. Egy valamire talán jó egy ilyen típusú győzelmi sorozat egy versenyen belül, hogy az ember, ha végig gondolja, hogy eddig milyen utat járt be, akkor legalábbis gondolhat arra, hogy amit eddig csinált, az jó volt. Az más kérdés, hogy aztán a magasabb korosztályban az mennyire lesz elég. Igen, szerintem ezek az eredmények nagyon fontosak ahhoz, hogy lehetőséget kapjon az ember mondjuk támogatásra, picit külföldi edzőtáborozásokra, tehát megismerjék a nevét. De nincs nagy különbség egy második, harmadik vagy negyedik hely serdülőben, de még ifiben sem. Itt a legeslegfontosabb az utánpótlás korosztályban az, hogy az ember mennyire képzett technikailag és mennyit tud mondjuk a játékból. Én mondjuk szerintem egy-két dolgot nagyon jól tudtam, és azzal tudtam nyerni. Hogyha én most megnézem a serdülőket, hogy mit tudnak technikailag, én annól sokkal kevesebbet tudtam. Mondjuk fejlődött is a játék, tehát tényleg most már gyakorlatilag mindenki tud jól játszani. De ez egy érdekes téma amúgy, hogy az ifjúság és erdő eredmények mennyire fontos, mennyire predesztinálják utána a felnőttben való jó játékosra válást. Ugye sokszor az a vád éri mondjuk a mi korosztályunkat, hogy sokan voltunk ifjúsági EB-n elsők, másodikok, és akkor felnőttben mégsem sikerült befutni, és akkor ez nagyon érdekes téma ezt boncolgatni. Az én karrierem kapcsán is, meg mondjuk másokén is. Miért nekem is van erről egy elképzelésem? Szerintem nem annyira fontosak ezek az eredmények, mint ahogy mondjuk ezt itthon sokszor gondoltuk. Hát ezzel nem alakult olyan tragikusan a pályafutásod felnőtt korban sem, hiszen bajnoki címeket, magyar bajnoki címeket nyertél, kétszer választottak meg az év legjobb magyar asztali teniszezőjének, legutóbb nem olyan rég, 2012-ben. És egészen szép utat jártál be, ami a pekingi olimpiáig úgy tűnt, hogy mindenképpen predesztinált téged arra, hogy oda kijuss. És azzal, hogy nem jutottál ki, azzal, mint hogyha lelki törés állt volna benálad, mint hogyha egy kicsit a kedved is elment volna ettől. Azt gondolom, hogy az volt a feltételezésed, hogy mindenképpen a pályafutásod egyik csúcspontja lehet Peking. Ez pontosan így van, ahogy te mondod. Én elkövettem azt a hibát, hogy mindent a pingpongra tettem föl, és mindent annak rendeltem alá, és minden attól függött az én életemben. A pekingi olimpiára sajnos nem sikerült kijutni, amit én egy abszolút tragédiaként éltem meg, és úgy éreztem, hogy tényleg ez a világ vége. Hát közben nem. Úgyhogy nekem elég sok idő kellett ahhoz, hogy ezt feldolgozzam, tényleg évek, és talán egy elég mély gödörbe kerültem, mert én úgy gondoltam, hogy ha mindent megtettem, és mindent jól csináltam, és minden rendben volt, és tényleg ott voltam, és vezettem is, és minden, annak ellenére nem sikerült, úgyhogy jó dolgokat csináltam,
tényleg magam előtt van, hogy 2-1-10-7-nél volt egy olyan lepörgetésem, ami biztos vagyok benne, olyan asztalon kellett volna lenni, mert én azt láttam, de közben mégse. Úgyhogy igen, ott egy nagyon mély gödörbe kerültem, de szerintem az kellett ahhoz, hogy utána Londonba sikerüljön kijutni, mert nagyon sokat tanultam az egész életemről, magamról, a sportágról, úgyhogy átalakítottam egy-két dolgot, és így most már jó vagyok. Londonnak egyik kulcsa Luxemburg volt. Ugye ott volt a kvalifikáció, arra hogy emlékszel vissza? Egy fantasztikus verseny sikeredett belőle. Az előtte levő másfél évem is nehéz volt, mert hiába jöttem rendben mondjuk lelkileg, vagy hozzáállásilag, de elkezdett fájni a lábam, a csípőm, tehát a sérülésem akkor már komoly volt, és sajnos nem is találtam rá megoldást se itthon, se Olaszországban, se sehol. És úgy határoztam, hogy a fájdalmak ellenére játszom, mert az olimpiáig én ezt kitűztem, megpróbálom legalább. De a formám is előtte még februárban eléggé rossz volt, de ott valahogy Luxemburgba csodák csodájára belejöttem szépen lassan a játékba, és utána meg sikerült kijutni jó játékkal, jó versenyzéssel, egy teljesen más pozícióban, mint Pekingbe nem sikerült. Tehát Pekingbe mondjuk egy elvárható kvótát nem sikerült megszerezni, itt meg egy teljesen más szituációban gyakorlatilag én voltam a legrosszabbul rangsorolt játékos, aki kijutott az európai selejtezőn. Tehát ezt én sem vártam, én annyit mondtam a verseny előtt még a barátaimnak, vagy barátnőmnek, igazából egy félig viccből, hogy miért leszek az első, aki kijut. Igazából nem az első lettem, hanem mondjuk a 5. vagy a 6. de hát így azért elég jó volt. Londont egy dán ellen kezdted, és egy simának mondható 4-1. Igen. A pingpongban ezek a simának kinéző 4-1-ek, majd 4-0-ak pontosan nagyon nehezek, mert szerintem az élsportban mindenki tudja, hogy mennyire közel van a vereség a győzelemhez, tehát ez a mesdje az hihetetlen közeli. Hogy alakult a meccs? Tehát igazából lett az ő egye? Igazából 3-0-am volt, és utána nyert egy szetted, végig domináltam a játékot, meg jobb voltam, csak ehhez mindennek tökéletesen fel kellett készülnöm, ott a legjobbat nyújtottam, ő egy picit gyengébb volt magához képest, és így lett 4-1, de azért belülről minden meccs nagyon nehéz. És belülről megélni, ez mindig más. Mennyire kicsit ragadott el London, a falu, a forgatag, annak a varázsa, hogy olimpián vagy? Szerintem Pekingben sokkal jobban elragadott volna, hogyha kijutok. Mert Londonban már nem az olimpia maga volt a lényeg, hanem az, hogy kihozzam magamból a maximumot. Már a selejtezőre is így mentem oda. És ott is azt szerettem volna elérni Londonban, hogyha már kijutottam, akkor ne azt mondják, hogy hú, hát megint kiment egy srác, és akkor kikap az első fordulóban, és kiment nyaralni, hanem nagyon komolyan felkészültem rá, és igazából ki is tudtam kapcsolni azt a fajta mondjuk negatív stresszt, ami az egész olimpia felhajtás körül van, és én nagyon pozitívan éltem meg, mert nagyon jó volt a magyar csapatban a hangulat, új embereket ismertem meg, de ugyanakkor tudtam figyelni a játékomra, tehát belefelé is tudtam fordulni. A teremben nagyon jó volt játszani, rengeteg néző volt, kim volt az egész családom, jól is ment a játék, ami igazából lényeg, úgyhogy jól sikerült, szerintem. Legyőzted a dánt, és jött egy szerb, azt is megverted. Az a meccs? Hát, megint csak a sportnak az érdekessége az, hogy az egy jóval gyengébb meccs volt. Szakmai, kinek a szempontjából? Szakmai szempontból, tehát tisztán szakmai szempontból az szakmailag egy gyenge meccs volt igazából, annyi, hogy jobban versenyeztem, mint ő. Ő nálam elvileg jobb játékos, ő Európa bajnoki 3. helyezett, ő volt a kiemelt, csak ő addig nem játszott. Én meg játszottam előtt egy meccset, én játékban voltam, még abszolút nem. Mert azért az olimpián ezek az egy meccsek, tehát hogy nincs előtte semmi, sokáig fölkészülsz és van egy meccs. Sajnos nem vagyunk boxolók, tehát mi nekünk több játék kell ahhoz, hogy belejöjjünk, és én azt igazából leversenyeztem, de mondom a sportnak a fintora az, hogy a legjobb meccsem igazából a tajvani srác ellen volt, akitől kikaptam, de játékban szerintem ott játszottam a legjobban. De a sport az már ilyen, hogy amikor nagyon játszol, akkor nem biztos, hogy nyersz, amikor meg az emberek azt mondják, hú, mekkora győzelem, és ez tényleg fantasztikus volt, akkor te meg az edzőt pontosan tudod, hogy hát igen, ez tök jó, csak igen, ő mondjuk picit gyengébb volt, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Lejött az ember a 32 közé, ami hát én szerintem olimpián azért a világ legjobb 32 játékosa közé
jutni, én szeretnék a világ 32 legjobb riportere között lenni. És utána gondolom az lenne normális, hogy hazajön és lerócsózza az országot. Azzal, hogy Londonban sikereket ért el, kedvet csinál a gyerekeknek a pingponghoz, egy csomó srác eljön a terembe, megduplázódik azoknak a létszáma, akik elkezdenek asztali teniszezni. Te meg beütötted a GPS-be, hogy Ochsenhausen, Friedrichstrasse, Nummer 2, és elmentél Németországba. Megmondom őszintén, nagyon szívesen mentünk volna roadshow-kra, ha lettek volna és hívtak volna minket, és ez meg lett volna szervezve. Nekünk azért elég nagy szívfájdalmunk az, hogy gyakorlatilag semmiféle ilyen kezdeményezés nincsen, ha nem tőlünk jön, vagy nem pedig egy-két klubtól az országban. Tehát mi a Jakab Janival Ceglédre szoktunk járni, akkor a Jakab Jani meg a Pattantyús Ádi, ők voltak azt hiszem 60-on, tehát egy-két ilyen kezdeményezés van. De gyakorlatilag az olimpiai sikerek után, mert az nekünk siker volt, hogy kijutottunk ketten, és én mondjuk 32 közt voltam, tehát a magyar asztaltenisznek szerintem ez egy siker. Annak ellenére, hogy mindenki oda volt és jöttek hozzám, hogy tényleg én megmutattam, és nagyon jó, és gyerekek elkezdtek pingpongozni több egyesületben, egyetlen egyszer se hívtak se engem, meg se az Ádámot, se a Jakit mondjuk, aki Pekingben volt kint, hogy gyertek és akkor toborozzunk, pedig elhihetik talán az emberek, hogy mi szeretnénk ezt a legjobban. Sajnos ez nincsen annyira kiépítve nálunk. Én ezt tudom például a tornászoknak, nekem a Hidvégi Vid nagyon jó barátom, és ők mentek folyamatosan, gyakorlatilag elindult egy olyan folyamat. Mondjuk Berki olimpiai bajnok lett, Vid pedig bemúlt a 8-ba. Ez is igaz, de mondjuk a Böcögő Dorina talán nem ért el akkor eredményt, és ő is ment, és ezt azért nagyon ki kellett volna használni. Tehát azt kell látni ugye a magyar sportban, hogy az olimpia, legalábbis nekünk, mondjuk pingpongnak. A többi versenyen igazából nem tudunk tömegeket megmozgatni, mert nem vagyunk a tévében, még a lányok se, akik mondjuk nagyon sikeresek, és ez nagyon nem volt kihasználva, amit sajnálok tényleg én a szívemből, mert ráfért volna a sportágra. De annak ellenére hallottam olyanokat, hogy 25-en mentek le mondjuk Kecskeméten játszani, vagy a BVSZ-vel lementek tényleg csak az én sikerem kapcsán, mert végre volt a tévében. Úgyhogy már ez egy nagyon jó dolog, de hát remélem, hogy egyszer ez azért itthon jobban fellendül. Te is azok közé tartozol, akik sokat játszanak külföldön. Milyen volt az olasz túra? Hú, hát Olaszország nagyon érdekes volt. Ugye én kicsit ilyen világjáró vagyok, mert sok helyen éltem már. Most is, ahogy említetted, Németországban vagyok, de Olaszország azért nagyon jó hely. Annak ellenére, hogy nagyon érdekes ponton voltam ott a karrieremben, de nagyon megszerettem, és ott is jöttem föl igazából az olimpia előtti évben. És nagyon szívesen élnék ott, meg nagyon szívesen játszani, csak hát ott is igazából inkább tönkre mennek a klubok, mint hogy alakulnak. De én nagyon, nagyon jó barátokat szereztem. Voltak nagyon nehéz időszakok ott is, mert saját maga elől, meg a pingpong elől az ember nem menekülhet, de én nagyon szeretem Olaszországot. Németországban nem csak játékosként, hanem sportmenedzserként is számítanak rád. Ott a klub ügyeit kell intézned, ami ilyen napi mondjuk 4-5 órát vesz igénybe körülbelül az életedből. És a maradék időben a fájdalmaid ellenére, ugye erről is kell beszélnünk, játszol. Ez meddig lehet csinálni, és egyáltalán mi az, amit te tudsz, és mondjuk nem tud egy német sportmenedzser? Tehát mi az az ok, ami miatt téged választottak meg erre a feladatra, és nem egy német hasonlókorú pasit, aki mondjuk szintén ugyanabban a klubban játszott? Hát én ott kezdeném, hogy ugye a sérülésem miatt én nem akartam rögtön abba adni a játékot az olimpia után, egyrészt már lelkileg erre képtelen voltam, másrészt meg szerettem volna azért folyamatosan picit lejjebb venni a pingpongomból, és találni esetleg olyan megoldást, ami segít a csípőmön. Sajnos ez eddig nem jött össze. Valószínűleg egy születési rendellenesség jött ki jóval előbb a sorozatos terhelés miatt, mint ahogy az kijöhetett volna. Úgyhogy ez az egyik oka, hogy idén is még játszottam, és indultam mondjuk a VB-n, és talán tudtam picit segíteni a csapatot, annak ellenére, hogy mondjuk az EB selejtezőkön kiestünk. Úgyhogy ez az egyik oldal, de egyre kevesebbet fog játszani, pusztán azért, mert nem tudja a testem tovább bírni, tehát már ez is sok volt neki. Hogy miért engem választottak ebben a klubba? Szerintem azért, mert egyrészt ismernek, már voltam ott, másrészt ez egy nagyon nemzetközi hely, ahol sokkal több a külföldi, mint a német, és nagyon szükség van a nemzetközi ismerettségre, a nyelv tudásra, a pingpong ismeretére. Pont egy olyan srácra volt szerintem szükség, aki a pingpongból jön, talán értelmes is, tanult is, beszél nyelveket, úgyhogy szerintem nekik ez egy elég
speciális pozíció volt, tehát nem egy klasszikus sportmenedzser, hogy van egy sportszervezet, német sportszervezet, hanem ez egy teljesen speciális hely, ahol különböző nemzeteknek a pingpongozói jönnek, mennek, szeretnénk felépíteni egy kis akadémiát, úgyhogy oda igazából engem választottak. Nagyon sokan nagyon várták az idei áprilist, mert az előző elnök időszakában nehéz helyzetbe került számtalanokból kifolyólag a magyar asztali tenisz, és te is nagyon komoly reményeket fűztél ehhez a választáshoz. Olyannyira, hogy a választás előtt írtál egy levelet azoknak, akik a döntést végül meghozták. És ebben a levélben az egyik jelölt mellett kötelezted el magad. Annak ellenére, hogy még mielőtt a levél megszületett volna, azt mondtad egyszer, hogy nem a személyekhez, hanem inkább a logikához vagy az elvhez ragaszkodnál, hogy a magyar pingpongot meg kell menteni. Látsz-e valamiféle fajta összefüggést ezen levél és azon helyzet között, ami mára, ugye júliust írunk, 2013. július végét kialakult? A te válogatottsági helyzeted, illetve azok a szövetségi kapitányok, akik mellette kiálltál, ma hol vannak? Hát ez megint egy hosszabb kérdés. Könyv? Nem, talán ez nem ér meg egy könyvet. Alapvetően én értékek mellett álltam ki. Az, hogy ebben a választási helyzetben azt a Pósfai Gábor személyiség tette volna lehetővé, ez én magánvéleményem volt. Én azt szerettem volna, hogy az értékekre figyelünk, arra, hogy ami jó dolgok voltak és eredmények voltak, azokat megtartjuk, és rengeteg mindent kell változtatni. Nagyon sok olyan dolog van, ahol számos területet említhetnék, most nem kezdek ebbe bele, de én azt nem, attól féltem, ami szerintem nagyon nagy veszélyben van, hogy egyszerűen olyan érdekcsoportoknak a munkája kezdődött el, akik mindent ki akarnak cserélni, és nem biztos, hogy a szakmai értékekre hagyatkoznak. Én emiatt álltam ki a Gábor mellett, amit én azóta is vállalok, de annak ellenére nagyon remélem, hogy egy jó irányba fog menni a pingpong. Nagyon remélem, hogy lesznek jó dolgok, lesznek jó változások. Én azért így ebben a formában szkeptikus vagyok a mostani helyzettel. Annak ellenére, hogy beszéltünk az elnök úrral a világbajnokságon. Van vele valami baj? Szerintem az elnök úrral semmi probléma nincsen. Egy nagyon, nagyon intelligens, nagyon kedves ember, aki ráadásul nagyon jó pozícióban is van, és a világbajnokságon ott volt velünk, meg is látogatta a versenyt, úgyhogy vele szerintem személy szerint nincsen probléma. Igen, nagyon nehéz a magyar asztalteniszben az érdekcsoportok és különböző problémák, vagy régi sérelmek miatt összefogni és jó dolgokat csinálni, de ugyanakkor azért az nem normális szerintem, hogy most a mai magyar pingpongban mondjuk egy Aranyosi Peti, egy Karsai Feribának föl sem merül a neve bármiféle szakmai fórumon, tehát ez szerintem azért így nem annyira jó. Én azt merem állítani, hogy láttam, elég sok külföldi edzőt voltam, sokszor külföldön, tehát úgy gondolom, hogy valamennyi szakmai rálátásom van. Én nagyon sajnálom, hogy ezek az emberek jelenleg nem tudnak tevékenykedni, de remélem, hogy az újak, akiket a vezetőség kitalál, ők is sikeresek lesznek, és a legjobbakat kívánom. De vannak bizonyos elvek és értékek, amikkel én nem értek egyet. Ez a te véleményed volt, vagy ahogy a levelben írtad, a játékosok véleménye is, hiszen te hivatalosan is a játékos képviselője is voltál vagy? Ez leginkább szerintem a válogatott játékosoknak a véleménye volt, utána a Jakab Janiék ezt meg is erősítették szintén egy levélben. Természetesen vannak olyan játékosok, akik abszolút más véleményen vannak, mint mi, akik mondjuk az utóbbi években nem jutottak szóhoz, és van bennük keserűség, amit én abszolút meg tudok érteni. Tehát vannak játékosok, akik tényleg, akikkel én mondjuk személy szerint jó vagyok, csak máshogy képzelik el a vezetést, vagy a szakmai vonalat, de én vagyok a legnagyobb szurkolója a magyar pingpongnak még mindig, úgyhogy én remélem, hogy minden jó lesz. Te most hogy állsz a magyar válogatottsággal? Ugye most a válogatott edző személye, Harci Zsolt, lemondott a szövetség éléről, és igazából most kezdődik majd nyáron egy új felkészülés. Én eddig válogatott voltam, most velem még nem beszélt senki a szövetség részéről, vagy az új vezetőség részéről, hogy Dani,
mi újság, hogy vagy, mik a céljaid, mik a terveid, tehát ilyen megkeresés még nem volt, amit én egy picit úgy sajnálok, mert szerintem azért érdemelnék annyit csak egy beszélgetést, mert tisztán látszik, hogy az én karrierem nem a profi pingpong felé megy, de mondjuk így egy évvel az olimpia után, vagy az eredmények után nekem csak annyi, hogy jól esne, és akkor leülhetnénk, és azt mondanám, hogy én úgyse fogok már játszani, igazából magas szinten, de bármikor, hogyha vállalatot hív, akkor az nekem mindig szent volt, és mindig jöttem. A sérülésem miatt ez nem fog most már valószínűleg nagy világversenyben kibontakozni, mert hihetetlen energia fölkészülni egy VB-re vagy EB-re. De meglátjuk, hogy keres-e valaki, vagy az új vállalatot kihirdetésén ott lesznek le. Ha nem, én bennem semmi keserűség nincsen, mert én teljesen jól vagyok. Csak igen. Most másképp adott fel, mint Peking után? Mostani helyzet teljesen más, teljesen tiszta, hogy a testem egyszerűen nem bírja tovább ezt a gyűrődést, és hiába a szívem meg a fejem vinne előre, a testem sokkal okosabb, mint én. És én ebben ez egy év alatt, vagy három év alatt beletörődtem. Tehát én nem akarom a végsőkig hajszolni magam, hogy akkor még egy olimpia, még két VB, és akkor leszek 60. a világbajnokságon, vagy 50., de nincsen tovább. Tehát sajnos a végsőkig nem megy, és szeretnék azért olyan dolgokba is belekezdeni, ahol szintén tudok tenni a sportágért, tudok értékeket képviselni, amiről az én egész életem vagy a karrierem szólt. Erre most Németországban történetesen lehetőség. Úgyhogy az én lelkem ilyen szempontból megnyugodott. Hát a legjobb élsportolónak lenni igazából az a legjobb élet, de hát most nekem úgy néz ki, hogy ennyi volt benne. Én mindent vállalok, büszke vagyok a karrieremre. Sok minden történet volna másképp, de mindennél vállalom a felelősséget. Egyszer azt mondtad, hogy Oxenhausenben is azért dolgozol, azért építesz akadémiát, azért vagy sportmenedzser, hogy amit ott megtanulsz, azt majd a magyar asztali tenisznek ad vissza, hiszen elég sokat, sőt, hát a legtöbbet kaptad ettől a sportáktól. Szerinted lesz még erre lehetőséged az életedben, bár még csak 29 éves leszel? Bár csak lenne erre lehetőség, tehát én szerintem senki nem szeretne külföldön dolgozni, amikor dolgozhatna mondjuk itthon is, és a magyar sportot vagy a magyar pingpongot szolgálhatna, amitől annyit kapott. Én nem azért vagyok külföldön, vagy több barátom nem azért van külföldön, mert mindenféleképpen külföldre akar menekülni, mert akkor az hű de jó, hanem annyi, hogy ott vannak lehetőségek, és ott van szükség jelenleg az én tudásomra. Hogyha egyszer majd erre sor kerül, és lesz egy olyan lehetőség, vagy meg lesznek a feltételek, és hívnak, akkor természetesen nagyon szívesen jövök, hogy elgondolkodom, mert az ember azért szeret itthon lenni, szereti a sportágát. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy az most jövő évben jön el, vagy 10 év múlva, vagy 2 év múlva, vagy lehet, hogy soha. Azt nem tudom, azért sok mindennek össze kell ahhoz jönnie. Az biztos, hogy jelenleg külföldön sokkal könnyebb valamit csinálni, itthon nem egyszerű.